A Szolnoki Képzőművészeti Társaság története 2011-ben indult útjára formálisan. Valójában azonban az a hagyomány, amin az igény alapszik a társaság létrehozására, az a Szolnoki Művésztelep alapításával kezdődött 1902-ben, tehát közel 120 évvel ezelőtt. És ez alatt a nagy múlt alatt a Szolnoki Művésztelep folyamatosan képzőművészeti helyszínként működött, ami nem csak Magyarországon, hanem azt hiszem, hogy egész Európában egyedülálló jelenség. Mint ilyen, mindig egy reprezentáns helyszíne volt az aktuális képzőművészeti életnek minden korban, és azok a művészek, akiknek a nevei fémjelzik a Szolnoki Művésztelep múltját, kiterjedt szakmai kapcsolattal rendelkeztek Magyarországon belül és kívül, tehát egész Európában. És ilyen formán a művésztelep egyfajta sajátos homokóra átfolyó csatornájaként működött a nemzetközi képzőművészeti közvélemény, kulturális képzőművészeti élet és Szolnokváros kulturális közege között. Ezt a funkciót kívántuk megpecsételni a Szolnoki Képzőművészeti Társaság létrehozásával, és megalapítottunk egy olyan szervezetet, félig meddig formális, félig meddig nem formális szervezetet, amely a művészek közösség érzésére, barátságára, kollegialitására alapozódik. Tehát a 2011 óta megrendezésre kerülő nagy kiállításokon nem egyfajta mintaszerű kurátori tárlatra kell gondolnunk, ami évről évre megvalósul, sokkal inkább egy aktuális szemlére, ami a művészek számára egymás között és a közönség számára is megmutatja, hogy melyik művész hol tart a munkájában, milyen inspirációk, milyen impulzusok érik, és hogy ezekre milyen sajátos belső késztetésekből reflektál. Ennek a nyomán a témabeli meghatározások is általában olyan fogalmak, amik nagyon tág asszociációs hátteret nyújtanak, biztosítanak a művészek számára. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szinte örökérvényű kérdéseket jelölnek meg, zárójelben, ahogy ebben az évben a Történet című téma meghatározás is, hiszen hát mindannyian történetekben élünk, saját történetekben élünk, közösségi történetekben élünk, hagyatkozunk a régmúlt történeteire, és vetítjük előre a jövőbeli történeteinket a mában. Tehát egy univerzális kérdésről beszélhetünk itt, és nagyon érdekes megtapasztalni, hogy egyes külön művészek, egyes alkotók milyen személyes indítatással, milyen belső impulzusokból indítatva közelítik meg ezeket a témákat. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság tagsága immár meghaladta a 180-at. Ezen a tárlaton körülbelül 120 művész, mintegy 170 műve szerepel, festmények, grafikák, szobrok, installációk. Tehát a tagság az képzőművészeti műfajtól és korosztálytól függetlenül valóban egy Szolnokból, a szolnokiság helyi szelleme által kisugárzott érzületből táplálkozva létrejött művészi közösségre alapozódik, aminek a letéteményese az, hogy ezek a művészek vélhetően Szolnokon kívül is, de Szolnokon keresztül, vagy Szolnok által bizonyosan kapcsolatban állnak egymással, nem csak a kiállításhoz kötődően, hanem reméljük, hogy évközben is egy valódi közösség épül ki a kollegialitás, a barátság és a szakmai együttműködés szellemében.